Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Székely udvarhelyen. Ahogy ez már szokásban van, kezdjük a darma beszédet az Óm Nám mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Ezt együtt énekelhetjük hétszer. Om, om. szépen. Megköszönöm Barna bevezetőjét. Nagyon érdekes mondatokat hallhattunk a kaszálásról és a reaktív tudatról, amikor a pelék jönnek, és valami a gátert becsapja. Nézd meg, hogy a reakcióiddal hogyan teremted a világodat. Valakitől vagy valamitől elkezdesz félni, és attól azonnyomban távolodni szeretnél, valakit vagy valamit elkezdesz szeretni, és azon a nyomban a közelébe szeretnél lenni. Ez megy tudatosan, megy tudattalanul, csak néha a félelmünk és a vonzódásunk alapját nem tisztázzuk le. Hát mi az, amit alapból jónak mondunk? Mindenkiben van egy ilyen, hogy nekem ez jó, vagy nekem ez rossz. Mitől lesz az? Az emberben Három nagy ösztöncsoport működik, az egyik a teremtő, a másik a megtartó, a harmadik pedig a lebontó, és itt pedig a túlélésre kell gondolni. A teremtő reflex az, amikor megszokszorozom magam a világom, csinálok valamit a semmiből, vagy alkatrészekből, de megmutatom azt, hogy én mire vagyok képes. Ami nem volt, azt megcsinálom, megteremtem. Létrehozom azt, amire szükségem van. Így lesz a gondolatból tett, a szóból valóság. A második nagy ösztöncsoport a birtoklás, a megtartás. Ha már megteremtettem, ne veszítsem el, tartsam meg. Ha kialakult egy kapcsolat, és kölcsönös az egyetértés, akkor az nem menjen veszendőbe. A harmadik pedig az a fajta túlélés, a múlandósággal való harc, hogy amire szükségem van, az ugye maradjon meg, amire viszont nincs szükségem, azt tudjam lebontani, tudjam visszaforgatni, tudjam elhelyezni a nagy kozmikus szeméttárolóban, ahol valójában nincs szemét. Mert a természetben, ha megnézed a fenyőfákat, a hegyeket, a folyókat, Nincs szemét. Egyedül az ember csinál szemetet. A természet sohasem. Tehát visszafordul egy újabb teremthető állapotba, ahogy az erdőalja, a falevél, esetleg a fűrészpor így lerétegezhető, és abból lesz a komposzt. Csak az elpusztult, vagy elpusztultnak látszó anyagból, amely túlment a létezésen, már nem birtokolható visszafordul egy újabb teremthető állapotba, és a komposztból ugye virágföld lesz, televény lesz, és oda teszed a kertbe, és a zöldség abból nő ki a következő évben. Meg tudjuk -e ezt csinálni a karmánkkal? A saját sorsunkkal? Ez a három ösztöncsoport annyira fontos, hogy az indiaiak három istenséget neveztek ki. Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Siva a visszaforgató, a múlandóságnak az őrzője. Ami az én teremtésemet, birtoklásomat és túlélésemet támogatja, azt nevezem jónak. Ami a családomét támogatja, azt is jónak nevezem. Ami a nemzetemét támogatja, azt is jónak nevezem. Ami fenyegeti az egyéni, családi, és csoportbeli teremtésemet, birtoklásomat és fennmaradásomat azt nevezem rossznak. Ha ezt kiterjesztjük az egész emberiségre, akkor már teljesen más a kép. A csoportoknak együtt kéne élniük, és egymás teremtését, birtoklását és túlélését támogatni, nem pedig egymás rovására dolgozni, hogy elvesszük egymás elől az eszközöket, a lehetőséget, a teret, az időt. Hogyan lehet ezt valahogy közös nevezőre hozni? Hogyan lehet például a többféle nemzetiségnek harmonikusan együtt élni? Az egyik lehetséges út, hogy identitásunkat megtartva és nem feledve, de azt meghaladva, találunk valami közöset. Közöset, amely inkább összefűz minket, semmint elválaszt minket. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor könnyebb az együttélés, mert mondjuk az egyik is ember és a másik is ember hiába beszél más nyelvet, hisz más Istent, eszik más ételt, más az arca, de mégis ember. És ez az emberi természet az endben nagyon fontos. Az end nem az európai humanizmus alapján gondolkodik, hanem egy olyan tapasztalatot tesz közkincsé, amely a felébredésre való képesség. Amikor Sákyamoni Buddha elérte 2500 évvel ezelőtt a felébredést, nagyon sok mindent meglátott. Az egyik, hogy annyira egyszerű maga az út, mint hogyha az orrod hegyét szeretnéd meglátni, de tükör nélkül nem megy, mert az orrod hegyét nem látod. Ha odaállsz egy tükör elé, akkor már igen. És ez a látás, ez kell. A második, amit meglátott, hogy az emberek összetévezték magukat a saját karmájukkal. Ezért a gyárat azonosítjuk a termékkel, és ezért égőházban játszó kisgyermekekre hasonlítunk, akik nem veszik ész, hogy valójában mi történik körülöttük, milyen világban élünk, milyen rövid ideig, mennyire értékes az ember, a család, a csoport, a kapcsolataink, az emberségünk, és hogyha erre nem figyelünk, pont ezt veszítjük el. És a harmadik, amit többek közt ide szeretnék idézni, az a felébredés képessége. Azt látta, hogy minden ember rendelkezik a megvilágosodás lehetőségével. Teljesen mindegy, hogy milyen karmája van, milyen nyelvet beszél, milyen Istent hisz vagy nem hisz, mivel táplálkozik, milyen az arca színe, magasra vagy alacsonyra nő, keleten vagy nyugaton él. És ez a fajta univerzalitás az, amely a buddha természet jelen valósága. Hogy az, ami figyel a szemeddel, hallgat a füleddel, érez a testeddel, az a valami, amit te énnek nevezel, az képes a felébredésre, képes az illúzióktól való megszabadulásra, képes a helyes helyzetfelismerésre, kapcsolatteremtésre és cselekvésre. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint arra a tiszta tudatra, amely pontosan felismeri, hogy hogy kell kaszálni. Pontosan, hogy tartsd a kaszát, hogyan húzd végig nem túl gyorsan és nem túl lassan, hogy ne álljon bele a hegye a földbe, hogy valahol a nyél és a penge találkozása körüli fél méter az vezesse a figyelmedet, és így ne a gumicsizmátba vágjat bele, a füvet vágjat vele. Nem mindegy. Úgyhogy tínédzser koromban boldogult apám engem is megtanított kaszálni, nem felessel, teljes nagy kaszával, és amikor Gyimesbe látogattunk a 90-es évek elején barátaimmal, ott már a műveltség nagyon hasznos volt, de hát az nem olyan volt, mint a magyarországi kaszálás. Nem, nem. Azt külön a lejtőn meg kellett tanulni, hogy te lejtőn fő felé hogyan kaszálj. És amikor életlen lett, akkor hogyan a fűcsomóval tisztítsd meg szépen a pengét, előveszed a fenőkövet, és mind a két oldalról komótosan szépen megfened azt a kaszát, mert hogyha magasan marad a fű, akkor megszólnak. Alacsonyra kell vágni, minél inkább főt közelbe. És ez az az alaposság. A tökéletességre való törekvés, amely az embert vezérli, ha kaszállásról van szó, ha főzésről, ha autógyártásról vagy zenélésről, esetleg idevehetjük az építészetet is. Ez a fajta tökéletesség vágy, ez bennünk a meghaladás vágy, hogy jobbak legyünk, mint tegnap, hogy hatékonyabban. Tökéletesebben, megfelelőbben csináljuk, és hogyha a másiknak sikerül, akkor nekem is sikerülnie kell. És valahol ez a természetünk kifejeződése, ez még versenyez, ez még dualisztikus, ez még viszonyít, de már mocorog. Már mocorog, mert valami jobbat akar, többet akar, mást akar, mint ami van. A keleti társadalmak arról híresek, hogy a nyugat szemében statikusak, elfogadóak. Aztán a 20. században ilyen óriási kataklizmák voltak, kezdve a kínai kommunizmustól, Korea kettészakadásáig, Japán atomcsapásáig. Miért történhettek ezek? Hirtelen gyökeresen változott a gondolkodásmód és az önazonosság. És nézd meg azt, hogy belül te milyen azonosság tudattal, milyen öntudattal bírsz. Pontosan ez fogja meghatározni, hogy kit fogadsz el, kit teszel barátoddá, és kit teszel ellenségeddé. Hogyha meghaladod ezt a zónát, a dualisztikus személyiség zónáját, akkor nem felejted el, hogy ki vagy, csak több leszel annál. És ekkor meglátod a másikban a felébredettet, a felébredőt, a felébredés felé törekvőt, és nem pedig azt, aki nem olyan, mint te. Aki másképp beszél, mást eszik, másképp néz ki, máshonnan jön, és a többi. A különbségeket nem feledve, hanem meghaladva és valahol tisztelve kellene élnünk, mert a buddha természetről szóló tanítás az azt is jelenti, hogy bennünk ezen kívül nincs ugyanolyan tulajdonság, mint a másikban. Mindenkinek más az arca, Másképp gondolkodunk, másképp érzünk, másképp cselekszünk és beszélünk. Nézzük tehát meg a realitás talajánál, hogy mi az, ami összetart minket, és mi az, ami elválaszt minket, és egyikkel sincs semmi baj. Voltak olyan időszakok, amikor az emberiséget állandóan egyesíteni szerették volna, valamilyen gyönyörűséges ideológia mentén, aztán ezek az ideológiák hamisnak bizonyultak a nevükben pár millió vagy pár tízmillió embert megöltek, hiteltelenné váltak, és ezek az ideológiák nem alkalmasak arra, hogy igazi közösséget és őszinte világos emberi kapcsolatokat építsünk ki. Meg kell tehát látnunk magunkban azt, hogy sem a birodalmi, sem a globális, sem a lokális szűk tudat nem fog működni. A felébredett tudat azért megoldás, mert a melléktermékei bizonyítják az értékét. Ilyen melléktermékek például a nem kettősségekre alapuló bölcsesség, tehát nem csak okos vagy, bölcs vagy. Az a fajta együttérzés, amely önzetlen odafordulást eredményez, tényleg tudok úgy segíteni a másiknak, hogy látom, hogy az, ami vele történik a segítségem által, az nekem is jó. És a harmadik pedig az a cselekvés, amely nem csak nekem hoz gazdagságot, jólétet, nyugalmat, hanem a másiknak is. Miért? Ha valaki szenved, annak a szenvedése nem marad a kerítésén belül. Nem marad a házán belül, nem marad a lelkén belül. Ez eljön az ajtódig. Eljön a kerítésedig, eljön a házadig, és bekopog. Mit csinálsz vele? Úgy teszünk, mintha nem lenne? Hagyjuk magára? Akkor előbb-utóbb nem csak bekopok, hanem dörömből. Ha dörömből, akkor beszakítja az ajtót és ledönti a falat. Csak idő kérdése. Úgyhogy ezért vagy közösen találunk megoldást a város, az ország, a földrész és a bolygó problémájára, vagy nem lesz megoldás. És ennek az alapját lelkileg, szellemileg világossá kell tenni. Az en az egyik lehetséges, és semmiképp sem az egyedüli út arra, hogy ezt letisztázunk és világossá tegyük. Nézd meg, hányan ülnek itt, akik egyébként templomba is járnak. Nagyszerű ezt látni. Nézd meg, hányan ülnek itt, akik egyébként nem járnak templomba. Nagyszerű ezt itt látni. Nézd meg, hányan élnek udvarhelyen, gyergyóban, esetleg csíkban, vagy pedig földrajzi Magyarországon. Nagyszerű ezt a sokféleséget látni. Az egységet nem úgy érjük el, hogy a sokféleséget vágjuk vissza, vagy egyes részeit eltöröljük, mert jobbnak vagy rosszabbnak gondoljuk. A sokféleség meghagyásával, a különbségek felismerésével tudjuk meghaladni ezt és találni valami közöset, amiben szavak nélkül is egyet tudunk érteni. És ezért van akkor a jelentősége a zen négy alapelvének, és benne az elsőnek, amit Barna is idézett, hogy nem támaszkodás az írásokra. Ez sokkal messzebb megy, mint a könyvektől való függetlenség. Ne függj a saját dualisztikus gondolkodásodtól sem, mások véleményétől sem, a saját reakcióittól sem. Semmilyen teremtettől ne függ, mert akkor a teremtő mi voltodat elveszíted. Beleragadsz a keletkezett világba, elveszíted az utadat, és hirtelen panaszkodsz, mert a világ rossz. Mert te szenvedsz, mert nem látsz valamit, mert nem ismertél föl valamit. A világ nem jó vagy rossz, pontosan olyan, amilyenné tesszük. A Föld nem paradicsom vagy büntető hely, hanem egy nagyon világos visszajelzés arra, hogy mit csinálunk mi itt emberek a bolygóval és egymással. Ha egy város tele van szeméttel, miért? Ha egy város tiszta és rendezett, miért? Nézd meg azt a tudatosságot, azokat az embereket, azt a csoportot, akik ott élnek. Milyen tudattal élünk együtt? Pontosan ilyen környezetet teremtünk, legyen az városkép, legyen az infrastruktúra, legyen az bármi, amire szükségünk van. Úgyhogy környezetünk tükrözi tudatminőségünket. Családunk, csoportunk szintén tükrözi azt a tudatot, amivel mi közösen együtt élünk. A javítást, a felébredést, a megigazulást magunkon kell kezdeni. Mástól nem várhatod el. És hogyha végre az energiát befelé fordul, és nem kívül keresed a megoldást, így csomagban, akkor felteszel egy érvényes kérdést. Például, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel? Mi ez? Mi ez, amiből kinő a személyiségem, ami annyit változik az évek során? Nézd vissza, 12 évesen milyen önképed volt, 22 évesen milyen önképed volt, 32, 42, 52, ha már volt 62, akkor milyen önképed volt, és ez mind te vagy. De ekközben minden megváltozott. Megváltozott a gondolkodásod, az érzelmeid, a beszéded, a cselekedeted, a múltról, a jövőről, a jelenről, a másikról alkotott képed főleg a másik emberről és a környezetről alkotott képed, mi az, ami közben ugyanaz maradt? Na ezt találd meg. Ami kimondta azt, hogy én. Ami ugyanaz volt beszéd, hallgatás, álom és ébrenlét közepette. És ezért tesszük fel azt a kérdést, hogy mi ez. Most viszont eljött a ti kérdéseiteknek az ideje, és hogyha van, remélem, hogy van, akkor erre a székre foglaljatok helyet, és a már látott instrukciók szerint használjátok a mikrofont, és tegyétek föl azt a kérdést, amit tényleg szeretnétek. Az előbeszéltél a tökéletesedési vágyunkról, és számomra a, a picit a fejembe hirtelen összezavarodott a középút gondolatával. Tehát, hogyha én tökéletesedni akarok, mondjuk építészetben, hogyha megemlítetted a kedves szakmámat, akkor annyi energiát fogok belefektetni, hogy az már más tevékenységeimnek a rovására is mehet. mehet. Ez nem középút. Az nem középút. Hol van itt a középút? A középút az, hogy az egyéni karma, mint építészet, és a családi karma, mint apa és férj, az egyensúlyban marad. Ez az egyensúly nem zárja ki a szakmai tökéletesedést, de ez nem mehet az apai és férji minőség rovására. Ezért valami finomat sütsz nekem, jó? Oké. Okay. A középút az már egy érett emberi viselkedés. A tökéletességre való törekvés az benne foglaltatik, hogy nem hagyom magamat ellaposodni, elszürkülni, és ez teljesen természetes, hiszen verseny van. Ha valaki jobb lesz nálam, ő kapja a megrendelést. Viszont ha valaki azon az áron lesz tökéletes, hogy a családját elhanyagolja, akkor el fogja veszíteni azt, amit a munkájával nyert. Úgyhogy az egyensúly az nagyon jó, az erőfeszítés szükséges, a tökéletesség vágy pedig bennünk van úgy, hogy érett már tudjuk, hogy nem lehet, nem fogod megugrani úgy száz százalékig, de mégis törekedni kell rá. Tehát a tökéletesség az, amire mindegyikünk törekszik valahol a maga módján, de teljesen sosem tudjuk elérni. Az igazi tudós az, aki látja, hogy az eredményei birtokában még több kérdés született. Nem tud megállni. De a haladás az tagadhatatlan. A másik ilyen, hogy szeretnénk egy kicsit tartósabban itt lenni a Földön, ez a múlandósággal való küzdelem, és igen, tegyen meg mindenki mindent azért, hogy egészségesen éljen. De még a legegészségesebb ember is meg fog halni egy nap. Tehát törekedj arra, hogy inkább te tudsz segíteni másoknak, és ne te szorulj segítségre, ez egészséges, de ez nem zárja ki a mullandóságot. Nem fogja eltörölni az öregséget, betegséget és halált. De hogy addig hogy élsz, az nem mindegy. És igen, a harmadik a tökéletlenség és mullandóság mellett az a kölcsönös függés. Függünk egymástól, függünk a környezetünktől. De hogy mennyire és milyen tartalommal, az nem mindegy. Senki sem akar szerfüggőként élni, hogy mások segítségére szoruljon pár év vagy pár hónap után. De mindenki oxigénfüggő, szeretetfüggő, étel és italfüggő. Nézzük meg, hogy milyen függő viszonyokat vállalunk föl. Függő viszonyok nélkül nem élhetünk ezen a földön. De mi alakítjuk ki, hogy ez milyen legyen? És itt a középútnak, amit Endre kérdezett, óriási jelentősége van. Körülbelül olyan, mint a jól hangolt hangszer, hogyha a húrt nem húzom meg eléggé, akkor lehetetlen rajta játszani, mert túl laza. Rossz hangot ad ki, vagy egyáltalán nem ad ki hangot. Ha túl feszítem, akkor elpattan. És ez egyébként Sákjamuni Butha belátása volt ahogy a Niranja folyó partján ült a fa alatt. A folyón lefelé, egy kisebb fajta csónakban, ott ült az evezős, a tanító és a tanítványa, és egy hangszeren játszottak. És ahogy a hangolás műveletét hallotta a buddha, és utána pedig a játékot a hangszeren, ezt a tanítást fogalmazta meg magában és a Mahajánának, a nagy nagyjárműnek a középút az a gerincvezetéke, az az alapja. Szélsőségekbe esti nagyon könnyű. Megmaradni egyensúlyban, tisztán sokkal nehezebb. Ezért gyakoroljuk azt a tiszta, tükörszerű tudatot, amely mentes a dualitásoktól, és mentes az abszolútnak kikiáltott nézetektől. Az abszolút értékűnek látott nézetek, a szélsőségek alapjai. Mert ezen szélsőségeket nem akarjuk megváltoztatni. Ezekkel azonosulunk. Az abszolút értékű nézetekkel való azonosulás egy nagyon kötött, merev, dogmatikus viselkedést eredményez. És ez csak szélsőségekben tud gondolkodni, érezni, beszélni és cselekedni. Tehát nézd meg azt, hogy hol vannak a szögletes sarkaid, hol nem vagy hajlandó változni. Mi az, amiben te hajlíthatatlan vagy, és ahol hajlíthatatlan vagy, ott fogsz törni. Ott fogsz szenvedni. Ez nem azt jelenti, hogy veszítsd el az értékeidet, vagy mondj le olyan kapcsolatokról, akik fontosak számodra. De hogyha középuton akarsz maradni, akkor légy alkalmazkodó, hajlékony olyasféle képességgel bíró, aki mindig meg tudja újítani önmagát, és meg tudja újítani az értékeit, az irányvételét. És akkor tudsz haladni úgy, hogy egyetlen kátyúban sem törik el a fél tengely. Az itt nagy szó Ehhez visszatérve, amiről most itt szó volt, nekem az a kérdésem, hogy milyen gyakorlat, vagy milyen segédeszköz lehet a hétköznapokban, ami kihoz ebből, amikor az ember elveszti a a türelmét, vagy kizökken a, a normális kerékvágásból, vagy hogy mondjam. Tehát a középutat, hogy hogy tudjuk megtalálni a hétköznapi dolgokban. Van egy ilyen, valami, amit hirtelen elő lehet szedni, hogy állj meg, mert igen, felhúztad magad. vagy? Egész napos fizikai munka után mit csinálsz az izzadt ruhával? Kimosom. Előtte le kell venni, be kell tenni a szennyes ládába, így van? Helyes. Ugyanúgy vesz le magadról, azokat a gondolatokat és érzelmeket, reakciókat, amelyek tarthatatlanok. És ezt a tudat a saját öntisztulásával, a pillanatba való visszatérésével éri el. Hallottad a bevezetőben azt a mozdulatot, amikor egy hang megállította a gondolkodást. Ezt hang nélkül hogy éred el? Tehát a zenben nagyon világos az eszközrendszer, az elvonulásod nagyon világos a forma. És ezért beszélünk tantien praxisról, a köldök csakrára való fókuszálásról, mert ez az a hely, ahol a gondolat vagy az érzelem visszatér az eredetébe, visszatér abban a lényegbe, ahonnan származott. Képzeljünk el egy olyan pékséget, hogy a nap végén a megmaradt péksüteményt vissza lehet alakítani keltésztává nem kell odaadni bódog-bódogtalannak féláron vagy ingyen, hanem a megmaradt túrosbukta szerelmes levél, sajtos pogácsa, sósperec, nem beszélve a tök magos tangliról, visszaalakul keltésztává, és másnap újra ki lehet sütni frissen. A karmád viszont egy pillanat alatt vissza tud alakulni energiává, és abból az energiából új gondolatot, új érzelmet, új cselekedetet és új beszédet tudsz teremteni, de csak akkor, ha nem ragaszkodsz hozzá. Ha elnevezed jónak vagy rossznak, akkor az ítélet alkotás által megkötöd. Hogyha fel akarod szabadítani, vedd le róla a dualisztikus címkét, és lásd a karmádat a maga ilyenségében, hogy éppen ilyen. Nem jó, nem rossz, de innen jött és ide ment. Ez volt az ok, és ez lett az okozat. Éppen ilyen. És amikor ezt látod, akkor nem ragaszkodsz hozzá, nem azonosulsz vele, és ekkor visszatérhet a keletkezés előtti állapotba. Ezt, hogyha zen gyakorolsz, pillanatról pillanatra megtesszük. Ezért marad a tudat nyílt, friss, cselekvőképes, mert a reakciód nem feszül rá a valóságra, mint celofán a bontott csirkére. Úgyhogy a tudatot tere, mindig legyen nagyobb, mint a karmád. Ekkor van választási lehetőséged. Ha eltűnt a választási lehetőséged, és olyanná váltál egy pillanatban, akivé nem szerettél volna lenni, akkor a tere nem volt elég tág, nem volt elég tiszta, a tükör nem volt elég szilárd, nem volt választási lehetőséged. És ezért kell gyakorolni. Ezért kell a tudat terét a végtelenségig tágítani, hogy minden karma beleférjen, nem csak a tiéd, a párodé, a családodé, a csoportodé, a nemzetedé és az összes emberé valahol beleférjen, emellett közvetlenül te csak a sajátodért vagy felelős. De minket elér az összes többi, mert nagyon mélyen össze vagyunk kötve, mint emberek. Sokkal mélyebben, mint gondolnánk. Úgyhogy a gyakorlásnak azért van jelentősége, mert mindig letisztítja ezt a pillanatot. Ebben a szobában már mindenki tudja, hogy nem valamilyen speciális vallást, ideológiát, vagy egyéb gondolkodásmódot súlykolunk az emberekbe, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a gondolkodó, a látó, a halló, a cselekvő azt tisztuljon le, amely kimondja azt, hogy én magyarul, je franciául, I angolul, románul hogyan? Pontosan. Úgyhogy ezt tisztuljon le. És akkor ezeket a konfliktusokat másképp tudod megoldani, van választási lehetőséged, és nem válsz olyan emberré a magad szemében és mások szemében sem, aki vállalhatatlan. Jó. Szívesen. Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az előbb említetted, hogy kölcsönösen függünk egymástól, és nem mindegy, hogy kivel lépünk függőségi viszonyban. És hogyha olyan élethelyzetbe kerülünk munkahelyi vagy párkapcsolati téren, hogy ránk romboló vagy bántó hatással vannak, akkor hogyan helyes cselekednünk, hogy hagyjunk fel ezekkel a kapcsolatokkal, vagy tartsunk ki abban a reményben, hogy majd jobb lesz idővel. Én azt mondom, hogy se remény se félelem nevezessen, hanem belül tud a feltétel Néha elhangzik filmekben, hogy van az a pénz, amiért ezt megcsinálom. És ez egy nagyon-nagyon rossz mondat. Általában ebből vannak a másfél kétórás konfliktusok. De az ember életében néha a több évtizedes konfliktusok is azért vannak, mert egy olyat vállalt, amiben nem hisz. Vagy akiben nem hisz. Tehát van egy olyasféle feltételrendszered, hogy számodra mi az érték és ki az érték. Ez határokon belül változhat, de bizonyos határokat nem léphet túl. Tehát bizonyos emberrel te nem vagy hajlandó életközösségre lépni, bizonyos főnöki magatartást nem vagy hajlandó elfogadni, és ehhez a saját tartásod, a saját utad miatt tartanod kell magad és belül neked tudnod kell, hogy egy társat milyen feltételek mellett válasz, és milyen feltételek mellett utasítasz el. Ezt nem kell magadnak leírni ilyen kis kapcsolós titkos naplókba, hanem belül a lélekben ezt tudni kell, ezt ismerni kell. Itt viszont van egy alapkövetelmény, hogy magadat kell ismerni. Ha magadban nem ismered föl ezt az hierarhiát, ha magad nem tudod, hogy mit akarsz, akkor ezt nem lehet kívül érvényesíteni. És ezért a te szívedet tisztáz le, mert különben mások összetörik azt. És ne hagyd, hogy összetörjék. Igen, mert... Volt szó arról, hogy amikor az ember mégis beleesik a dualisztikus gondolkozásba, akarva, akaratlanul, mert előfordul, még úgy is, ha az ember gyakorol, és olyankor, ha van az emberben egy ilyen bántó gondolat, hogy ugye önostorozzuk magunkat néha miatt, hogy felismerjük, hogy mondjuk ítélkeztünk, vagy megint a jó és a rossz szélsőségek között vagyunk, akkor ezt hogyan tudja az ember a zen segítségével megteremteni, hogy ezt megszüntessük belül? Az a kérdés, hogy mi ez, nem csak belülre irányulhat. Kívülre is. Tehát egy tárgyra rákérdezhetsz, hogy mi ez. Honnan jön? Miből táplálkozik és mit táplál. És így a világ működését szélsőséges fogalmak nélkül, ideológiák, elméletek, felesleges elemzések nélkül megismered. És a világ közvetlen működésének a megismerése együtt jár a magunk belső működésének a megismerésével, ezt hívjuk darmának, ezt a működést, ezt a törvényt. A jó híra az, hogy a mi személyes működésünk, és a világ működése ugyanazt a törvényt követi. Nincs kétféle darma. Többféle ember van, de a működésmódunk az ugyanaz. És az emberek esetében, amikor el kell döntened, hogy valójában ő kicsoda az életedben, akkor merd feltenni a kérdést, hogy ki ez? Mindenféle attitűd nélkül, teljesen tiszta érdeklődéssel, a saját tudati tükröd elé oda teszed az embert, és megkérdezed, hogy ki ez, és a tükröd meg fogja mutatni. És itt is van egy alapkövetelmény, amennyire tiszta ez a tükör, pontosan annyira fog tisztán mutatni embert, világot, tárgyat, állatot, rovart és egyebet. Hát ezért dolgozunk magunkon, és ezért csiszoljuk ezt a tükröt, hogy jól lássunk. Ezt a látást a buddha vidjának mondta a látás elsajátítását felébredésnek mondta, a tükör tisztítását illúzióvesztésnek mondta. És ezért hallhattátok a bevezetőben azt, hogy nem ígérhetek mást, mint vértverítéket és könnyeket, amely természetesen Barnának a humorérzékére utalt, semmint a zengyakorlat természetére. Egyébként igaza volt és ezért én sem ígérhetek mást, csak az illúzióid, téves nézeteid, reményeid és félelmeid elvesztését. Úgyhogy így gyere holnap Csehét falvára. Nagyon fontos azt látni, hogy a tiszta, tükörszerű tudat működése az előfeltétele annak, hogy a tárgyat, az embert, a csoportot, az egyént, a párt, a családot jól lásd, jól működtesd. És a probléma gyökerét, önostorozás nélkül keresd magadban. De sohasem csak belőled ered a probléma. Ahhoz a környezet, a társ, a család nagyon erősen hozzátehet. És itt a legelső tisztító mozdulat az, hogy meglátod tisztán, mélyen, őszintén, hogy mi az, ami a terészed, és mi az, ami a környezet része, a másik ember része, a csoport és a család része és az ő részükért ők felelnek, a te részedért te felelsz. És az a gyönyörű, hogy te a saját dolgodat megváltoztatod, a saját házi feladatodat elvégzed, a problémához való saját hozzájárulásodat megszünteted, azon nyomban megváltozik minden. Minden. Úgyhogy Archimédésznek itt van ez a stabil pont, amiből kimozdíthatja a világot. Köszönöm, kérdezhetek kívesen. még egyet? Igen. Voltak darma beszédek, ahol uh, beszélgetti a, a, gyerekeknek a születéséről, és uh, azt szeretném kérdezni, hogy uh, amikor várjuk a, az érkező lelket ide, és keressük a megfelelő nevet, és ugye nomen est ahogy mondja a latin, de mégis hiszünk, vagy próbálunk az intuíciónkra, vagy akár a belső hangunkra hallgatni, hogy megtaláljuk azt a megfelelő nevet neki, ami az ő életútját is támogatja. Akkor hogyan tudjuk még ezt jobban erősíteni, hogy ezt, ezt tényleg meg is tudjuk? kapni? Születés után, amikor már beszélünk, járkálunk, hogy tudjuk meg egy lénynek a nevét? Tudjuk. Nem tudjuk. Hát ismeretlen. Oda megyünk és megkérdezzük, meg mit kérdezzünk tőle. Hogy hogy hívják. Így van. Ezt a kérdést javaslom születés előtt is. Csak a lélek állapota változik, a lélek nem. Amikor már ott van és elkezd kicsit rugdosódni. Igen, Kérdezd meg bátran, ezt már hogy meg hívnak. Tettem és uh, amikor ezt megtesszük, és aztán kiderül, hogy nem az a név az, mert ő fiú nevet mondott, és közben kiderül, hogy kislány, akkor, akkor mi van? Tehát <laughs> <laughs> ezen túl vagyok. Ha fiú nevet hallottál, az a te gondolkodásod volt, mert fiút szerettél volna. Érdekes, és ez a másodiknál is ugyanígy előjött. Tehát uh, ez az én tudatalattim Bizonyám. zavarja meg. Tehát bizonyán, kell Az mennye. a vágy, hogy te kit szeretnél oda a kiinduló helyzetbe várni, ugye? Tehát És akkor ez az egóm vagy a tudat alatt de akkor nem, a bes, nem, nem, az ő hangját hallottam. Azt mondom, hogy a tudatos vagy tudatalan vágyadból jött, az egónak olyan rossz kicsengése van, olyan, olyan csúnya, meg köszos, meg minden, minden baj az egó. Ne? Az ego önmagában nem létezik, oké? Okay? Az ego az egy hozzáállás, nem pedig egy lény darab, mint a nyolcadik utas, a benzinkutas, tehát nem az az ego. Tehát ha ilyen lenne, egyszerűen ki kellene mecceni belőled, vagy egy ilyen ego sebészetet végrehajtani, és akkor te meg vagy világosodva, meg kivették belőled a legrosszabbat. Tehát ez nem így van, kérem szépen. Az ego az egy hozzáállás, mint ahogy a téglákból lehet falat építeni, meg utat is. Nem mindegy, hogy a személyiséged elemeit hogyan használod föl, hogy a gondolataidból, érzelmeidből mit csinálsz. Na, visszatérve a gyerekre, ha nagyon el akarod nevezni születése előtt, anyám sose volt buddista, de volt két név, egy fiú meg egy lány, akkor még nem volt ilyen ultrahangos huncutság, megvárták, amíg kigyűn a gyerek, én ott oda jöttem ki, mert meglátták a röngen alatt ezt a fejformát, akkor se volt sokkal kisebb, és azt mondta az orvos, hogy anyuka, az a gyerek a rendes úton nem jön ki. és megjelentem, kifejeztem gyorsan egy ilyen folyadékszinttel a véleményemet az orvosoknak, sírás után rögtön, már akkor is nagyon erős volt a reakció a földhöz, és ott volt a két név. Ha lány, akkor ilyen, ha fiú, akkor olyan. Ezt nyugodtan bevállalhatod. Vagy pedig megvárod az ultrahangot, és akkor utána kérdezzel rá. Jó? A gyerekeknél maradva nekem is felmerült egy kérdésem. A meg nem született gyerekek milyen hatással lehetnek az itt, az itt megszületett testvérekre? A meg nem születés az egy nagyon nagy kategória. Az, hogy természetesen fordultak-e vissza, vagy elvágta valaki az útjukat, az nem mindegy. Természetesen fordultak vissza. Természetesen fordultak vissza. Ha így van, akkor nagyon kevés hatás lesz a földi világra. Ha a földi világban valaki vagy valakik részt vettek abban, hogy ők visszafordultak, magyarul visszafordították őket bármi módon, akkor azt a lelket meg kell békíteni. Érdemes szertartást tartani a maguk akaratából visszafordult magzatoknak is azoknak a lelkeknek, akik nem tudjuk miért, de spontán a születés folyamát megszakították, és visszafordultak. Van ilyen. És akkor megfelelő énekkel és mantrával ennek a léleknek az útját lehet egyengetni, hogy legközelebb ne forduljon vissza, és egy olyan teret, időt, környezetet válaszol a születéshez, amelyben hisz. Hogy végigcsinálja ezt az elképesztő dolgot, ami a születés, felnövekvés, öregség, távozás és ennek az ismétlése. Ez nem könnyű. Senkinek nem könnyű. Ha egymáson szeretnénk segíteni, akkor ezt a négy nagy létállapotot, amely a testben létel, ez az élet, a test nélküli lét, ezt szoktuk a halál állapotának mondani, ezt nem használnám, mert ez ilyen gyerekriogató, hogy a halál. Nem, nincs test, kész, nem kell aggódni, nincs test. Csak a két rövid, az átmenet köztük, a születés és a távozás. Mind a négyben lehetséges a segítség. A két rövid, a megszületés és meghalás folyamata rendkívüli sérülékenységet hordoz. Ott szoktuk a legkeményebb traumáinkat elszenvedni. Hát külön terápia csoport van arra, hogy csak a születés, illetve a magzati állapotban elszenvedett traumákat kigyúrja magából az ember. Úgyhogy ehhez tartozik az is, amikor visszafordul, vagy megszakítják az útját, és akkor egy bizonyos ideig, általában 49 napig, hetente vagy naponta egy bizonyos mantrát az ember ennek a léleknek ajánl. És ezzel az energiával segíti a felébredésben, a helyes újraszületésben, a darmával való találkozásban, a tanítóval való találkozásban és a felébredés elérésében. Ezt a segítséget megadhatjuk egymásnak, és kívánom, hogy adjuk is meg, mert nem szükséges szenvedéstelien élni ezen a földön. Kisebbik gyerekünk volt ikerterhesség, és neki nem született meg a testvére, és időnként felmerül nála kérdésként. Tehát mindig vannak időszakok, amikor visszatér kérdéseiben, hogy vajon Lány lett volna, -e, vagy fiú, vagy bármilyen más kérdése van vele kapcsolatban. Lehet valamilyen emléke, vagy. Ezt, ezt így nem tudom. Az biztos, maradhat? hogy a gyermeket kiméletesen és együttérzően vissza lehet hozni a jelenbe, és azt mondani, hogy ő egy olyan lény, aki nem jött veled ebbe az életbe, és nem tudunk róla sokat, de kívánjuk azt, hogy legközelebb végigjárja az utat. És akkor helyeset mondtunk, és nem mondtunk helytelent. Tudni tud róla, hogy így így született, vagy hogy így indultak ketten, csak időnként felmerül még benne kérdésként, foglalkoztatja a dolog. Nézd. Ezért ez egy, ez egy olyan, olyan kérdéskör, ahol nem bűn nem tudni. Uh -huh. Olyat mondani, amiről nem vagyunk meggyőződve, vagy csak a nyugtatás kedvéért mondjuk az előbb-utóbb visszaüt. Mert a következő kérdés azon az alapon fog elhangzani. De anya, te azt mondtad, hogy? nem önközpontúság irányítani a figyelmet saját magára, hogy ő nincs itt, de te itt vagy. Neked ezzel az élettel kell foglalkozni, te föl fogsz nőni. Ő majd egy másik családban, valamikor máskor fog fölnőni. Szóval az egyik gondolatom azon van, hogy például az emberi lélek, ami nagyon befolyásolja a testnek is a viselkedését ha annyira tönkre megy, vagy megsértődik, van-e esély, hogy újra életjen, vagy újra erősödjön? Van. Ha egy gyár csődbe megy, akkor hogyan indul újra? Le kell váltani az igazgatóságot, meg kell változtatni a terméket, és újra minőségi termeléssel a gyárat ismét nyereségessé kell tenni. A lélek mit termel? termel gondolatokat, érzelmeket, beszédet, cselekedetet, jót, rosszat, múltat, jelent és jövőt. Ez néha annyira, de annyira terhes, szenvedésteli, hogy az ember úgy érződ csődbe megy, és a lélek ekkor törik. Le kell állni ezeknek a termelésével, ki kell takarítani a raktárat, és egy teljesen új, világos alapról mást gondolni, mást érezni, mást mondani, tenni, és a többi. A személy óriási válságokon megy keresztül. A lélek mindig meg tudja újítani önmagát. A termékek, amik a gyárból kikerülnek, azok néha nem piacképesek, és sajnos egyenest a szeméttelepre visznek egyet-kettőt. A gyár, a termelő mindig meg tudja újítani önmagát. Ennek az előfeltétele az, hogy ne azonosuljunk a termékkel, de vállaljunk teljes felelősséget érte a karmánkat mi teremtjük. De nem vagyunk azonosak vele, ahogy a gyár termeli a terméket teljes felelősséggel és szabadsággal, de nem azonos vele, hiszen nem a gyárat visszük el a boltba, nem azt vesszük meg, hanem a termékét. Nagyon fontos, hogy az ok és okozat tisztán látása mellett ne azonosuljunk azzal, amik ténylegesen nem mi vagyunk. És ekkor tudjuk megújítani önmagunkat. Ekkor tudunk frissen odaállni mások színe elé. És a múltat nem feledjük, hanem meghaladjuk. A tapasztalatot fölhasználjuk, de nem ragaszkodunk hozzá. Az önazonosságunk megvan, de ez nem korlátokat jelent, hanem csak határokat. És ekkor tudunk lemondani olyan dolgokról, amelyek eredetileg se voltak a miénk. Eredetileg se volt azonosságunk velük. Tehát el kell engednünk ahhoz, hogy tiszták, frissek, teremtőképesek lehessünk. Ekkor megy. Ehhez egy belső tartásra, belső hozzáállásra van szükség. Lehetséges, csak munka. Mint a tűzifa semmi más. Köszönöm, Marci Vácsi. Köszön szépen. A minap foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi tart engem életbe. És próbáltam le lehámozni magamról azt a híjat, és nézni, hogy például mi most mi az, ami engemet tart ülő pozícióba. És kezdtem elengedni ezeket a vágyakat, hogy én ülni akarjak, meg akkor lefeküdtem teljesen, kinyújtottam magamat egy Pozícióba, majd azt néztem, hogy már csak a lélegzet marad, és amiután kipréseltem az utolsó lélegzetemet, akkor néztem, hogy mi az, ami levegőt akar venni. És Rájöttem, hogy van bennem egy élni akaró vágy, lehet, hogy ez ösztöni is, de a kérdés igazából arra vonatkozik, hogy a, amikor eléred azt az állapotot, hogy egységbe vagy, a, a igazából a semmi, mi mozgatta a semmit, mi volt az a vágy, amit a semmit arra késztette, hogy valami legyen. Tehát, hogy ez az egész hogy indult el. Nem az, hogy én most hogy vagyok itt, az érthető. De hogy az egész hogy indult el. Figyelet, hogy mekkorát csúszott az egyik mondatod? Azt, amit az élni vágyóval mondtál, az hirtelen átment semmibe. És ez a semmi élni akar. Ez gondolkodás. Tér vissza a gondolkodás elé, és akkor fogalmak nélkül, ellentétek nélkül tapasztalod azt, ami él, ami lélegzik, ami eszik, iszik, pártválaszt, munkát vállal, és a többi. A mahajánának nagyon kevés kőbevésett mondata van, de az egyik az, hogy érd el a felébredést és segíts másokon. Már a kezdettől fogva ilyen motivációval gyakorlunk. Tehát amikor. Például egy belső felfedező útra indulsz, akkor egy idő után jó megkérdezni, hogy És ezzel kinek fogok segíteni? Magamnak, másnak, a kedvesnek, a családnak, a csoportnak kinek fogok ezzel segíteni? És akkor ki lehet vágni egy csomó olyan vargabetűt, ami terméketlen. Úgyhogy ebben a szellemben, hogyha tovább gyakorolsz, akkor nem csak az válik nyilvánvaló, hogy mi az, ami benned lát, hal, szagol, tapint, eszik, iszik, ízlel, gondolkodik és akar, hanem az is, hogy ezt a tapasztalatot hogyan használt föl helyesen. Hogy ezzel hogyan segítesz másoknak és magadnak egyaránt. Beszéltünk róla, hogy van csoportkarma, van nemzeti karma. Nekem az jutott eszembe, hogy ugye egy tanításban általában megnézzük az átadási vonalat, mennyire hiteles, mióta csinálják, ez mennyire vált be. De egy átadási vonalnak, egy tanítási vonalnak, ha a csoport karmáját nézzük, akkor a benne levő tanítóknak például a tudata, az mennyire, tehát mennyire, mennyire torzulhat ez az egész. Ez annak kapcsán, hogy tisztázom, hogy miért teszem ezt a kérdést, Tudjuk, hogy Szungszen az emester 22 éves korában eléggé ilyen erőltetett indítással érte el a megvilágosodást, és tapasztalom, hogy ez, a, ez az átadási vonal, minthogyha néha ezt a szenvedést egy picit feltételezné, vagyis hogy be, bevonzana sok szenvedő embert. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy egy, egy, egy átadási vonalnak a, az íve, az magát a tanítási minőséget, energiát, mint ahogy más szerzetesek másféle ruhát viselnek, ez a tudati szinten mennyire befolyásolja? Befolyásolja, és ez az átadás minőségét is megmutatja. Tehát akik szunkszázen mesterrel eleget gyakoroltak, és nem pusztán a kóan megoldásokat hitelesítették vele, hanem a gyakorlásnak a szellemiségét mélyebben elsajátították, és többet hallottak tőle, azok természetesen másképp kezelik ezt a szenvedés bevonzást. Mi senkinek nem javasoljuk, hogy rögtön szuperintenzív gyakorlattal kezdjen. Miért? Ő maga mondta, a mester mondta, hogy amikor száznapos elvonulást csinálsz, legalább napi egy melegétel kell, pont. Senkinek nem engedte azt az aszketizmust, azt az elképesztő kockázatvállalást, amelyet ő magának. Ő ja, pontosan látta, hogy ezt az elképesztően szélsőséges gyakorlatot, amiben tényleg majdnem meghalt, azt nem lehet másoknak felelősség teljesen átadni. Miért? Ha benned van, úgy is megcsinálod. Hogyha pedig nincs, akkor nehogy közel menj hozzá. Tehát amikor az ember egyéni elvonulást csinál, akkor azt általában a tanítójával egyezteti. A mi hagyományvonalunkban legalább három 90 napos elvonulás kell, mielőtt egy száznaposra engedélyt kap. Ez az én meglátásom a saját tapasztalatom alapján. Nekem kettő darab száznapos jutott eddig, érik a harmadik, és minden egyes felkészülési mozdanatra szükség volt ahhoz, hogy egyenesen végigmenjek azon az úton, amit egy száznapos elvonulás jelent. Soha semmi jó nem származott abból, hogyha a lehetetlent tűztük ki, hogyha a nehezen megvalósíthatót, a hatalmas kihívást magunk elé tűztük, nagyon sokat kell változni ahhoz, hogy megtegyük, hogy befejezzük, akkor viszont megcsináljuk. De, hogyha teljesen lehetetlen tűzöm ki valaki elé, vissza fog pattanni róla, még akkor is, ha valamiért elkezdi. Tehát csak a lehetséges, de nehezet érdemes kitűzni. Az átadási vonal az magán viseli természetesen a tanító karmáját, és a tanítók is, akik a sorban következnek, ezt mutathatják. Szerencsére a tanítási vonal az nem termel klónt, és ez nagyon fontos a kérdésre adandó válaszban. Mert, hogyha helyesen gyakorlunk, akkor úgy viselkedünk, mint a természet. Mit csinál a természet? A természet nem klónozza önmagát, hanem megsokszorozza önmagát. Tehát egyetlen egy facsemete sem olyan, mint egy másik, vagy pedig, mint egy fejlett fa. És így a szaporodás során alkalmazkodunk. A természet intelligens. Attól, hogy nem beszél, és nem mutatja, és nem ír róla újságcikket, még az. Ezt nekünk el kéne tudni sajátítani. Ugyanis a szaporodás során alkalmazkodunk, és új alfajokat, új változatokat hozunk létre. Ez az evolúció, ez a fejlődés. És hogyha így teszünk, akkor egy természetes tanítványi láncolatban egy új generáció részei lehetünk. Senki sem gyakorol úgy, mint száz éve a tanítóink vagy még akár 50 éve. Valójában fogalmunk sincs, hogy Sákyamuni Buddha 2500 évvel ezelőtt hogyan meditált a bóthi alatt. Egyet tudunk. Olyan tudat minőséget és megvilágosodást érte, hogy a mai napig eljut hozzánk a fénye. Ez az a minőség, amelyhez föl lehet nőni. Amit magunkban meg lehet valósítani, még akkor is, hogyha tudod, hogy ugyanazt ebben az életben nem éred el, de legjobb képességeid szerint törekszel rá. Ez az a legalapvetőbb dolog, amit megtehetünk. Mert a tanítási vonalon keresztül az irány világos, a módszer gyakorolható, és ezáltal egy belső imperatívus, egy belső felszólítás éled, én is szeretném csinálni, én is szeretnék egy helyesebb életet élni, egy szenvedésmentesebb tudattal bírni, Többet segíteni másoknak és magamon egyaránt. Ezt lehet? A tökéletességet, az egy élet alatti teljes megvilágosodást, ha már gyakoroltál eleget, akkor nem ezt akarod, hanem magadból a legjobbat kihozni. Úgyhogy tényleg a tanítványi körnek van egy meghatározható csoportkarmája, de az ennyire nem fix. Sokkal nagyobb a variáció. Miért? Mert a fejlődés csak úgy lehetséges, hogyha Változatokat hozunk létre, és a változatok egy evolúciós sorba beállnak, és ezáltal a fennmaradást és a következő generációt segítik. A természetben nincs probléma. Az emberi társadalomban van probléma. Nem a Földnek van problémája. Az emberiségnek van problémája. És ez tükröződik a Földön is. Például nagyon kevés variáció van a kávéfajon belül. Tehát ugyanazt a kávécserjét termesztik három kontinensen, és van két alváltozata, ha jól emlékszem. Bármilyen betegség megtámadja a kávét, az végig söpör a kontinensen, és árak többször is se fölmennek, hatalmas ültetvények pusztulnak el. A dzsungel nem ilyen. A dzsungelben több tízezer növény és állatfaj él együtt. Óriási a variáció, óriási az egymásra épülés, és az egy fajnak a hibáját az összes többi tudja javítani az újrakondicionálással. Ne szűküljünk le, ne legyünk belül csak monokulturálisak, maradjanak meg az értékeink, legyünk hívek önmagunkhoz és a környezetünkhöz, a társadalmunkhoz, de a gondolkodás álljon több lábon. A sokféleség itt segít szinte már rendszeresen uh, havonta vagy két havonta van egy olyan uh, pont, amikor teljesen uh, magam alá merülök, és nem elvesztem a, a saját célomat, és, és olyan, mint hogyha újra indulna, úgy a gép. Tehát, hogy uh, jön egy ilyen pont, és, és nem tudok semmit, nem hiszem már a saját, vagy a saját elveimet is megkérdőjelezem. És ugye ez miért van? Az azért van, mert a lelked hamar átmegy öntisztuló módba, és nem várja meg, amíg évek hosszú sora alatt az elintézetlenségek, a kétségek felhalmozódnak, és akkor akkor egy hatalmas törés van. Havonta megvan a kis újraindító gomb, ezt meg lehet szokni, sőt, meg is lehet szeretni, és helyesen felhasználni ezt az újraindítást, hogy oké. Okay, akkor most háromnapos válság következik, senki ne szóljon hozzám, én elvonultam, és belül átélem a válságomat, az, hogy lebomlik az addigi értékhierarchiám, az összes szempontom úgy, ahogy van, tudatosan tér vissza a gondolkodás elé, nem kell megijedni az üres tükörtől, nincsen azzal semmi baj, hogy a tükör üres, majd elérakok egy tárgyat, azt majd mutatja. És akkor a rövid válság az azzal ér véget, hogy újra erőre kapsz, újra kialakulnak gondolat és érzelmi struktúrák. Nem a válságot kell elvenni, válsághelyzet mindig lesz, hanem a válságot kell helyesen felhasználni. És lehet, hogy ezt valahogy, nem tudom, fellendíteni olyan szempontból, hogy, hogy hatásosabb legyen, tehát hogy utána... Még nagyobb válság? Ne. Még mélyebbre? Igen, hát, hogy Még eredményesebb legyen. Eredményesebb legyen? Igen. Ehhez egy pár kapcsolat kell. Van? Hát akkor közös meditáció kell ilyenkor, be kell vonni azt az embert abba, ahogy te ebben a mini válságban úgy rakod magad. És egy jó partner, egy igazán szeretett személy, ő nagyon jó tükör tud lenni. Úgyhogy így lehet ezt még intenzívebbé tenni és felpörgetni. Igen. Például azzal a kérdéssel, hogy amikor te tényleg szétestél és magad alatt vagy és borzasztó éppen akkor az életérzés, mivel megvan a szeretet kapcsolat teljes bizalommal és odafordulással, akkor odaülsz, odaállsz el, és azt mondod, hogy kedves, mit látsz most bennem? És elviseled, amit mond. És azt belül meglátod, és ezt felhasználod arra, hogy tisztábban, jobban gyereki ki ebből a válságból. Hogy ne ugyanazt a problémakört ter termeld újra, mint előző hónapban. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Mi az, amivel tartozunk a szüleinknek, meg a családunknak? Tehát ugye felneveltek, és uh, rengeteg energiát fektettek abba, hogy mi, mi uh, egészségesek, meg, meg uh, egészségesek legyünk, jó életünk legyen. Viszont amikor elérkezünk egy olyan ponthoz, hogy már nem értünk egyet abban, hogy hogy kéne élni a saját életünket, és, és néha úgy érzem, hogy túl messze menően beleszólnak a, az életembe, hogy, hogy mi az, amivel tartozunk nekik, tehát hogy mi az, ami, hogy is mondjam, hogy... Ezt elmondtad, Botti, értem én. Rendben. Tehát hogy ne legyünk hálátlanok, hanem a, a, a lehetőségek, ehhez mérten diszonozzuk a kedvességüket, de mégis megmaradjon az is, ami... Tehát, hogy a kecske is jól lakjon, meg a gáposzta is megmaradjon. Boti, a szülői házban élsz, vagy önálló otthonban? Ön, önálló, otthonban. Milyen messze van a kettő egymástól? Hát ilyen 20 méter. Ez az. Ezért teszel föl ilyen kérdéseket. Nagyobb lenne a távolság, akkor tudnád. Tehát gyakorlatilag alig kötöztél el otthonról, hiába van párod, önálló családod, még nagyon a szüleid hatása alatt állsz. Igen, ez így van. Na most, ha ez így van, akkor még nem tudsz érvényes választ adni erre a kérdésre, mert még mindig a fiúi függés határozza ezt meg. Tehát el kell érni azt az önállóságot, amikor tényleg saját magad ura vagy, és teljesen látod az életet, a saját teremtésedet a saját felelősségedet benne, és a szülőkkel való viszony egyik nagyon fontos eleme, hogy ezt az önállóságot te kivívd megfelelő eszközökkel. És amikor ez az önállóság megvan, és a magad ura vagy, és a saját döntéseidet hozod, majd akkor lehet beszélni a háláról, a viszonzásról, és ilyesféle értékekről. Ez a házi feladat gyerek téma, hogy van egy három éves kisfiam, és a... De először lélegezzél mélyeket, légy szíves, jó? Gyere ide, légy szíves, üd a hastájékra, nagyon-nagyon derék. Most megérkeztél, és szemben ülsz velem, minden aggodalmadat félretetted, és fölteszed a kérdésedet úgy, hogy tényleg szeretnéd. Hallgatlak. Hát a három éves kisfiam ugye most tombol a dackorszak, és ők nehezen éljük meg a férjemmel, hogy bontakozik az énje, de hogy ő se sérüljön, meg mi se sérüljünk, vagy hogy. A gyerek hogy sérülni fog, hát a világ az arról szól, hogy ilyen különböző traumagyűjteményeket szedünk Csak össze. Hogy lehet ezt jól csinálni? Úgy lehet, hogy a megfelelő környezetbe teszed, hogy a megfelelő problémák alakuljanak ki tehát nagyon sok tanítványom van nagyon sok helyen, és egynek, kettőnek olyan agresszív kisfia van, hogy gyakorlatilag szétüt mindent, már három évesen a napalitól kezdve az ovig minden, hogyha ilyen korcsoportos óvodába jár, megfelelő környezetbe kell tenni. És ez pedig ilyen esetben mondjuk egy harcművészklub, ahol megtanítják erősnek lenni az erőszakosság helyett. Ez egy korrekt harcművészklub sajátja hogyha valaki nagyon-nagyon kíváncsi, akkor például ki kell tenni őt így az erdő de hogy kapirgáljon nyugodtan a fák tövében, és keresse meg azt, amire kíváncsi. Tehát ilyenkor azt a három évest fizikai tevékenységgel, amit nagyjából ő határoz meg, hogy mi érdekli, észre kell venni, teljesen ki kell fárasztani a nap végére. De annyira, hogy csak egyen és aludjon este, megvan a fürdetés, és utána, mint a mormota, alszik. De hogyha túlságosan sokat van otthon, anyuka nagyon vigyáz rá, apukának nincs ideje rá, nem tudta kitombolni magát a családi házon kívül, akkor mint az atombomba. Tehát este mindent lebont, és nem lehet lefektetni, mert az ordítástól egészen a sírásig, a különböző tárgyakkal való ilyen totálisan összetöröm a kíváncsiságom miatt ilyesféle kapcsolatig minden baj van. Tehát tessék megfelelő tevékenysége kifárasztani, mert annyi erő van bennük, hogy az valami hihetetlen. Tehát a kilogram per lóerő az akkor olyan, hogy véged van. Úgyhogy óvatosan ezzel tessék megfelelő tevékenysége, az érdeklődése megmutatja, hogy mit akar, azt a környezetet részben vagy egészben megadni neki, és fáradjon ki, és csinálja, és tombolja ki magát, akkor tette jót vele. Nem lehet traumamentesen, konfliktusmentesen tartani, az anyai aggodalom az itt nem segít. Az együttérzés, ez az aggodalom helyett, az apának pedig ez a nagyon kontrolláló akarata szilárduljon bölcsességé. Az együttérzés és bölcsesség kettő nagyon jó párosítás. Ezt tessék gyakorolni. Gyerekkel is, felnőttel is. Beszéltünk az írásokra való nem hagyatkozásra. És aztán, aztán rám kérdeztél, hogy miért írok annyit. Hát igen, az, azért mondjuk azért írok, mert tényleg nagyon sokat írok, és nem, nem akartam eldönteni, hogy milyen érzéssel kér, tetted, fel, tetted fel a kérdést, hogy ez... hogy Igyekeztem sokféle érzéssel fel és kérdést. Választhass belőle. Igen, és nem akartam eldönteni, azért gondoltam, hogy megkérdem tőled, hogy mégis hogy, hogy jött a kérdés, hogy ez... Spontán. Most spontán, oké. Okay. Oké. Okay. A te kérdésed hogy jött? Spontán. Örülök. Köszönöm. Szívesen. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet, azon gyakorlóinknak is, akik messzi távolból jöttek ide, akár a Székelyföld más városaiból, akár más országból. Remélem, hogy közös felismeréssel, közös akarattal haladhatunk azon az úton, amely a felébredéshez vezet amely értékeinkben, hitünkben megtart minket, hogy egy világosabb tudattal, több együttérzéssel, bölcsességgel jobb családot, jobb csoportot, jobb nemzetet építhessünk, és egy olyan életet éljünk, amire ha visszanézel, visszafogsz. Mindenki visszanéz. Hogy elmondtasd, hogy megérte. Hogy volt értelme, értéke, benne volt az, amit szerettél volna, és megpróbáltad kivenni azt belőle, amit nem szerettél volna. Amilyen tiszta tudattal élsz, olyan minőségű az életed, és úgy is fogsz meghalni. Sosem késő változtatni ezen. Minden egyes pillanat, alkalom a megvilágosodásra. Kívánom azt, hogy közös erőfeszítéssel éljünk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm a vendégszeretetet, a figyelmet és mindazt, amivel ezt a jövőt, ezt a helyet jobbá tesszük. Köszönöm.